Köszöntünk minden kedves nézőt! A Tandem mai adásában dr. Gyenge Zoltánnal fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Leginkább a filozófiáról fogunk általánosságban beszélgetni, valamint ennek hatásáról esetlegesen a társadalomról és a társadalom viszonyáról így a filozófiával kapcsolatban, majd más témákra is kitérünk. Ugye a filozófiáról elmondható, hogy az élet és a létünk sokszor legnagyobb kérdéseivel foglalkozik, amelyekre megoldásokat keresni próbál, illetve válaszokat keresni próbál, de hát gyakran nem tudja ezeket megadni. Mégis a megismerésnek a vágya az, ami talán a filozófusokat fűti. És mindazonáltal, hogy ez a terület egy nagyon fontos, tehát a legfontosabb kérdésekkel foglalkozik, kérdés, hogy a társadalom képe mi erről az egész ágazatról, mind gondol erről? Hát a filozófiával kapcsolatban nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez valami rémületesen, egyrészt vagy rémületesen unalmas, vagy pedig nagyon nehezen érthető dolog. Én most arra biztatnék, hogy aki most kezdi nézni ezt a beszélgetést, az tartson ki, mert szeretném bebizonyítani, hogy a filozófia az kifejezetten érdekes és kifejezetten közérthető és tehető. Sajnos, akik találkoztak filozófia oktatással annó a főiskolákon, egyetemeken, esetleg még korábban középiskolákon, nem igazán jó oktatást kaptak. Tehát a filozófia igenis a mindennapjainkról szól, rólunk szól, nem általánosan elvont és rendkívüli magasságokba emelkedő, néha teljesen érthetetlen kérdésekről, hanem olyanokról, amely mindenkit foglalkoztat. Ugye a Karl Jaspers, egy német egzisztenciális filozófus azt mondta, hogy a filozófia igazi feladata a kérdéseknek a megfogalmazása, és kevésbé a válaszoké. A kérdése mindig további kérdés szül, a kérdései azok elsősorban a létre, a létezőre, tehát rám vonatkoznak, miért vagyok itt, mi nekem a szerepem ebben a világban, mit kell tennem, hogyan kell élnem, az erkölcsöknek bizonyos kérdéseiről. Tehát ezek olyanok, amelyek a teljesen hétköznapi embert is foglalkoztatják, csak éppen meg kell tudni őket szólítani. Tehát ebben az értelemben, hogyha a társadalmi vonatkozására kérdezünk, akkor azt fogjuk látni, hogy igenis kellene, hogy legyen, vagy van is talán a filozófiának olyan társadalmi hatása, amely megmozgatja az embereket, abban az esetben, hogyha jó irányból és jó módon közelítünk hozzá. És vajon a filozófia a tudományhoz, vagy esetleg a művészethez áll közel? Ugye önnek is néhány előadásában ez előkerült, és főleg azért, mert ugye a válaszkapás lehetősége az a nagy kérdésekből adódóan igen kevés. Kérdés, hogy vajon melyik területhez áll ez közelebb, és hogy nevezhető a tudománynak? Na most a filozófia a klasszikusai többen is úgy nyilatkoznak, hogy a filozófia sokkal közelebb áll a művészetekhez, mint a tudományokhoz. A már idézett Karl Jaspers például azt mondja, de érdekes módon mások is, tehát még a filozófiából tudományt csinálni akaró Hegelnek és annak ilyen kijelentései, hogy nincsenek általánosan elfogadott tételek a filozófiában, nincsenek olyanok, amelyeket örökérvényűnek lehet mondani. A filozófiában mondok egy érdekes dolgot, nincsen igazából fejlődés, tehát megint Jaspers idézném, az, hogy megelőztük az orvostudományba Hippokratész, az kétségtelen, de az, hogy előrébb járnánk, mint Platón, az igen-igen kétséges. Ugye Whitehead azt mondja, hogy az egész filozófia nem más, mint egy Platón mellé írt lábjegyzetgyűjtemény, ami előre bocsátja azt, hogy egy picit olyan, mint a költészet, vagy olyan, mint a zene. Tehát a zenében is teljesen értelmetlen mondjuk egy Pindaroszt összehasonlítani egy Hölderlinnel, vagy éppen egy József Attilával. Nem mondhatjuk csak azért, mert különböző időszakokban éltek, hogy valamelyik fejlettebb, mint a másik, hanem azt mondhatjuk, hogy más és más, színes. A kérdései a költészetnek, a művészetnek tulajdonképpen ugyanazok, a szép körül forognak. A filozófia kérdései között ugyancsak ott van a szép, és ott van az igaznak a kérdése, illetve még emellett a jónak a kérdése. Tehát olyan kérdések, amelyeket meglehetősen nehéz, csak és kizárólag racionalizált módon megfogalmazni. Én a filozófiának az etoszát ebben látom. Kétségtelen, hogy a 20. századtól kezdődően a filozófia elmegy egy tudományosság irányába. Elsősorban nekem az az érzésem, ez főleg az analitikus, illetve a kognitív irányzatokra jellemző, korábban pedig a pozitivista irányzatokra,
hogy minthogyha lenne egy ilyen megfelelési kényszer a filozófia egyes művelőiben, hogy ők tudományt akarnak már pedig művelni, mindenáron meg akarnak felelni azoknak a kihívásoknak, amelyek mondjuk a természettudományokat jellemzik. Nem, a természettudomány más, tehát másképp kell nézni. Annak megvan a saját fontossága, a saját hasznossága a filozófiának, ebből a szempontból más a feladata. Tehát bizonyos értelemben persze van köze a tudomány, hiszen mi magunk is szakmaként is űzzük a filozófiát, de legalább ennyi köze kell, hogy maradjon a poézishez a szónak az eredeti görög értelmében. Meg azt is lehet talán mondani, hogy míg a természettudományok mondjuk a környezetünkben keresik az igazságot, vagy ott a törvényszerűségeket objektív téren, addig talán a filozófia kérdéseire a választ azt mindannyian szubjektíven éljük meg saját magunkban. Tehát talán ott éri el a hatását, és nem a megfogható abszolút lényben. Abszolút így van. Tehát főleg ez a felismerés, ez a 19. századtól lesz nagyon erős, hogy ami igazából fontos a 18. század vége a német idealizmus után, amikor is tényleg Hegel tudományt szeretett volna csinálni, a filozófiában is csinált és bizonyos értelemben, és rendszert alkotott. Egy ezt követő periódusban egy Schopenhauer, egy Nietzsche, egy Kierkegaard, és utána majd a 20. századi egzisztencialisták, ahogy a nevük is mutatja, sokkal inkább az egzisztenciára koncentrálnak, tehát az individuumra, amely nem dividum, tehát pont az a lényege, hogy oszthatatlan, egységes, és pontosan ezért a kérdéseket önmagában találja meg. De ez sem 19.-20. századi találmány, hiszen, hogyha visszagondolunk, Szent Ágoston már pontosan ugyanezt mondja. Ugye az ő híres mondása, hogy fordulj el a külsőktől, térj vissza önmagadba, mert az ember belsejében lakozik az igazság. In interiore homine habitat veritas. Tehát önmagadban kell megtalálni valamiféle elmélyülés, valamiféle kontempláció révén. Ágoston szerint az Isten élmény is tulajdonképpen ezen keresztül közelíthető meg. Tehát ez a filozófia nagy klasszikusaitól egyáltalán nem idegen, de ami az egyénre vonatkozó, tehát amit kérdezett, koncentrációt illeti, az valóban 19.-20. század. És érdekes, egy másik iránya pedig elmegy egy tudományosság, tehát egy ilyen exakt tudományosságnak ezek tudományosság felé. A 20. század az a természettudományoknak a diadalát jelenti. Ebből a szempontból én azt hiszem, hogy egy picit a művészetek is háttérbe szorulnak, picit a filozófia is háttérbe szorul, és bizonyos értelemben a vallások is háttérbe szorulnak, illetve keresik a helyüket egy szekularizált világban. Na már most így ebben az aspektusban nagyon sokan úgy érzik, hogy meg kell felelniük azoknak a kritériumoknak, amit a természettudomány állít föl, és hát én azt hiszem, hogy ez manapság is tulajdonképpen megvan. Én nekem van mindig olyan érzésem, akik elmennek az analitikus filozófia irányába, azokban érzek egy olyasfajta, hogy is mondjam, rossz érzést, hogy ők nem matematikusok. Matematizálják a filozófiát, a logika oldaláról közelítik meg, és meg kell mondanom, hogy ez egy rendkívül zárt kör. Tulajdonképpen ők egymással folytatnak párbeszédet, nagyon-nagyon magas szinten, tehát nemzetközi szinten is mérhető módon, de meg kell mondanom, hogy ez nem mozgat tömegeket. Tehát ami igazából azt hiszem az embereket megszólítja, az olyasfajta beszéd, amely sokkal inkább nem a matematikához, nem a természettudományokhoz, nem feltétlenül a logikához van közel, hanem inkább a művészetekhez. És ez ugye például a magyar kultúrában is megfigyelhető, hiszen a magyar kultúrára azt szokták mondani, hogy afilozófikus, tehát hogy a filozófia az nem játszott benne olyan nagy szerepet, mint a németeknél, a franciáknál, vagy akár az angoloknál. Ez kétségtelenül így van. Nálunk gyakorlatilag a líra az, ami elfoglalja a filozófia helyét. Van egy barátom, aki azt mondta, hogy a 19. században a Magyarországon a filozófia rossz lapot húzott. Ebben van igazság. De azért van egyfajta visszatérés pont a 20. századnak az első harmadában, pont a nyugat és köre, amely nagyon komolyan elkezd foglalkozni, méghozzá a korabeli filozófiával. Tehát Babits ugye nagyon jól ismeri Bergsont,
nak a gondolatait, levelezem a Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kosszolányi, Nietzsche-ről, Schopenhauerről, folyamatos párbeszéd, József Attila, ugye Nietzsche, illetve Addinak a Nietzsche kapcsolat, az, a, vagy élménye az, az, az eléggé közismert, vagy mondhatnánk későbbieket, tehát Pilinszkinek a Kierkegaardhoz fűződő viszonya, a Kierkegaard filozófiájához fűződő viszonya az eléggé jelentős. Tehát minthogyha a művészet irányából is lenne valamiféle kapcsolatfelvételi készség a filozófia felé, és a filozófia felől is lehetne, de ez a kissé széttagoltság, ez megfigyelhető a magyar filozófiában is. Van egy története Platonnak, amikor az egyik dialógusában Alkibiadész azt mondja, hogy ti, Szókratész és a többiek, filozófusok, akik ott vannak, meg fogják érteni a szavaimat, mert benneteket is megmart a kígyó, a filozófia kígyója a legfájdalmasabb helyen, a lelketeken, és ti meg fogjátok érteni az én beszédemet. Az egyéb emberek pedig tegyen kóriási kapukat a fülükre, mert azok nem fognak megérteni semmit. Tehát, hogyha ez a bizonyos kígyó, nyilvánvalóan képletes értelemben, minél több embert elér, tehát meg tudjuk fogni valamilyen módon, akkor az akkor hiába megy arrébb, biztos, hogy ez az érdeklődés sem fog maradni. Tehát ebben nagyon könnyen bele lehet szeretni, és nagyon, nagyon könnyen meg lehet utálni. És nagyon könnyen meg lehet utáltatni. Én ezért haragszom nagyon sokszor a filozófia tanárokra, akik gyakorlatilag nem fektetnek energiát abba, hogy a tárgyat érdekessé tegyék. Tehát én úgy gondolom, hogy meg kell valamilyen, tehát a filozófia etimológiai is ezt jelenti. A bölcsességnek a szeretete, tehát meg kell valamilyen módon szerettetni. Na most ez hozzátartozik az is, hogyha az ember egy picit igényes, és jár mondjuk kiállításokra, és néz ott bizonyos műveket, akkor egy idő után talán elkezdi érdekelni az, hogy mi van ezen a művek mögött, aki festette, mit gondolt, az akkor mit gondolt erről az egészről. Tehát, hogyha reneszánszal akarok foglalkozni, és engem érdekel, mit tudom én, Tiziano, Giorgione és másoknak az alkotásai, akkor egy kicsit nekem Ficinóval is foglalkoznom kell, és a középkori neoplatonizmussal, mert úgy tudom megérteni. Vagy ha filmet nézek, vannak olyan filmek, és ugye a mai világ az elsősorban képekben gondolkodik, és nem szavakban, és nem fogalmakban. Tehát, hogyha a filmeket nézek, akkor is felvetődnek olyan kérdések, amelyek par excellence filozófiai kérdések. Mondok egy példát, én tartok bevezető órát filozófia szakosoknak. Úgy kezdtem a nagy előadás, hogy Luc Bessonnak a Lucy című filmjét levetítettem. Nem tudom, hogy mennyire ismert a nézők számára. Lucy? Ugye, Lucy, igen. Tehát ami arról van szó, egyébként egy akciófilm külső köntösében, de arról van szó, hogy az agy kapacitása meddig terjed, meddig tudunk maradni emberek, hogyha a racionalitást végigvesszük, hogyha teljesen elsajátítjuk a világot, akkor nem szűnik meg a mi ember voltunk. Tehát ez például egy kifejezetten olyan film, ami egyrészt nagyon fogyasztható, kiváló színészekkel, nagyon eseménydús, és ugyanakkor nagyon elgondolkodtató. Számtalan ilyen film van. De zene műveket is ugyanígy tudnék mondani, és másokat is, amelyek mögött mindig ott van a filozófia háttér. Hát egy Mahlert nem nagyon nehéz, vagy egy Richard Strauss-t Nietzsche nélkül interpretálni, Thomas Mann Nietzsche nélkül olvasni. Tehát, hogyha megtaláljuk ezeket a kapcsolódási pontokat, akkor nyilvánvalóan megtaláljuk az összekötő kapcsot is a filozófiához. Az előbbiek fényében felmerül a kérdés, hogy valójában a filozófiának van-e társadalmi haszna, és hogyha van, akkor ez vajon miben merül ki? Tehát a kérdés két felé bontanám. Az egyik az, hogy a filozófia az nem elsősorban haszonra törekvő tudomány, nevezzük így most, hogy tudomány vagy episztémé arisztotelész értelemben. Nem a haszonság az, ami mozgatja, tehát közvetlenül nem hajt semmiféle, főleg nem anyagi hasznot.
Tehát amíg a tudományokról például a már idézett Karl Jaspers is azt mondja, hogy ez is egy hatalmas különbség a tudományok és a filozófia között, hogy a tudományok azok hasznosak, par excellence hasznosak, hiszen mindaz, amiért körülöttünk van, az a tudománynak köszönhető, hogy felveszik ezt a beszélgetést, hogy megvilágítanak bennünket, stb. Stb. A filozófiának ilyen kézzelfogható haszna nincsen, de nem is ez a feladata. Ahogyan a művészettől se várhatjuk el azt, hogy hasznos legyen, vagy anyagi hasznot, valami javakat termeljen, úgy a filozófiától sem. Amikor ezt elkezdjük elvárni a filozófiától, az egy 19. századi filozófus azt mondja, hogy ez a barbárságnak a teteje. Azonban más jellegű haszna igenis van, mint ahogy a művészetnek is van haszna. Én most két könyvemben is leírtam ezt a mondatot, és mindenhol, ahol tudom, elmondom, hogy művészet nélkül lehet élni, csak nem biztos, hogy érdemes. Tehát abban az esetben, hogyha kivesszük az életünkből azokat a dolgokat, amik úgymond haszontalanok, tehát hasznot nem hajtó, akkor tulajdonképpen nem marad más, mint egy olyan fallanszerű világ, amit például Madács az ember tragédiájában gyönyörűen leír. Tehát nem díszítjük a széklábat, mert a szék az csak funkcionális, az életünket nem ruházzuk fel olyan dolgokkal, ami a művészet, a filozófia jelent, mert az csak funkcionális, de innentől kezdve ez a világ ez mérhetetlenül unalmas és élhetetlenné válik. Tehát én azt látom egyébként, hogy a legnagyobb természettudósok is nagyon komolyan érdeklődnek a művészetek és a filozófia iránt. Akik ezt csak tudományként művelik, azok talán kevésbé, de az, hogy milyen a viszonyuk például egy természettudósnak, vagy egy tudósnak milyen viszonya a művészethez, a filozófiához, az nagyjából el is mondja azt, hogy ő milyen ember. Tehát abban az esetben, hogy ezt elutasítja magától, eltolja magától, és azt mondja, hogy én csak és kizárólag egy pozitív, tudásra irányuló világot akarok magamnak feltérképezni, onnantól kezdve az a világ ez rémületesen szürke lesz. Tehát ahogy Goethe mondja a Faustban, hogy szürke minden teória, és tényleg minden teória önmagában szürke. Tehát abban a pillanatban, amikor nem ruházzuk fel élettel, színességgel, akkor az tényleg nem hoz más, mint egy végtelen unalmat. Persze lehet ilyen világban is élni, csak hangsúlyozom még egyszer, nem biztos, hogy érdemes. Van egy másik terület, tudományterület, aminél szintén ott van a kis kérdője, hogy ha jól tudom, hogy ez mégis tudománye, a pszichológia. Ugye több területen is közös a filozófiával, a megfoghatatlanság terén is, a hasznosság kérdésének tekintetében is. És én például azt gondolom, hogy a pszichológiának a népszerűsítésére legalább annyi szükség van, mint a filozófia esetében, akár már általános iskolában vagy kisebb korban. A filozófia esetében erre van tér mondjuk egy általános vagy középiskolában, és megvalósítható ez esetleg beépítve egyes tantárgyakba, vagy pedig külön tantárként. Egyébként van, tehát középiskolában van, de ennek a esetleges, tágabb szintű gyakorlására van lehetőség. Hát az a baj, ez nem csak magyar tendencia, hanem majd, hogy nem világ tendencia, hogy a humán tudományok, humán és társadalmi tudományok, azok háttérbe szorulnak folyamatosan a természettudományokkal szemben. Ennek végtelenül rossz vége lesz. Tehát legalább annyira rossz, mint annak, hogy nem veszünk tudomást a globális felmelegedésre, a természetünk tönkretételéről. Itt a saját civilizációnk tönkretételéről van szó, abban az esetben, hogyha kirúgozzuk belőle a művészeteket, filozófiát és még sok minden más, ami fontos lenne. Én azt hiszem, most már vannak egyébként nagyon komoly kísérletek, elsősorban azért azt kell mondanom, hogy tőlünk nyugatra, például gyermekfilozófia. Nagyon komoly filozófusok kezdenek el gyermekfilozófiával foglalkozni, és én úgy gondolom, hogy ezen érdemes lenne elgondolkodni, hogy hogyan lehet ezt adaptálni. De, mint arra utaltam, ez rettenetesen tanárfüggő, minden tárgy persze tanárfüggő, hiszen egy matematikát is meg tud utáltatni egy tanár azzal is, aki eredetileg szerette volna a matematikát, de a filozófia esetében nagyon-nagyon erről van szó. Tehát ott nagyon komolyan a tanár személyisége az, ami meghatározza. Én nagyon-nagyon utálom azt, hogyha valaki úgy beszél a filozófiáról, hogy azt nagyon kevesen értik, és néha saját maga sem. Tehát mindig példaként azt hozom, hogy
nagyon sokat foglalkoztam a német idealizmussal, tehát akár Hegelről, akár Kantról, akár mondjuk a tiszta értelmi fogalmak transzcendentális redukciójáról, most egy fél órán keresztül tudnék úgy beszélni, hogy senki nem értene egy árva szót sem, és a végén valószínűleg én sem. Na most ez szerintem egyrésztről egyfajta belső bizonytalanságnak tudható be, másrésztről pedig annak a megfelelés vágynak, amiről a beszélgetés kezdetén beszéltünk, hogy az, ami nem érthető, az roppant tudományos. Van egy, most direkt a művészettörténetből hozok egy példát, egy Daniel Arras nevezetű francia művészettörténész, aki két Raffaello tanulmányt jelentetett meg, az egyiket a pályája kezdetén, a másikat pedig már később, és utána ezt a kettőt egy kötetbe adták ki, ez magyarul is megjelent, olvasható, és leírja azt, hogy az elsőt azt át kellett írnia, mert hogy az első még a pályája kezdetén volt, és úgy gondolta, hogy meg kell felelnie annak azok a tudományos elvárásoknak, hogy minél bonyolultabban, minél több lábjegyzettel, stb. Fogalmazzon. És hogy ezt az ember egy idő után kinövi. Aztán van, aki nem növi ki. Tehát ebben én nem tudok tulajdonképpen ítéletet mondani, ezzel egyetlen egy bajom van, csinálja, bánja, bánat csinálja, én is csináltam. Tehát pályám kezdetén én is csináltam, megpróbáltam minél bonyolultabban fogalmazni, mert attól nagyon tudósnak tűnik az ember. Egy idő után szerintem inkább nevetségessé válik, de a legnagyobb baj az, hogy elidegeníti az embereket. Tehát, hogyha én mondjuk itt tartok előadást, akkor nyilvánvalóan 15 perc múlva mindenki aludni fog az óra elején. Ennek nem nagyon látom az értelmét. Ugye elmondható, hogy a, ugye nyilván nem titok, vagy ilyesmi, hogy akár filozófia szakon tanulók nagy részének talán nem játszik az egyetem után, ez az én egyébként fúzslatom, olyan nagyon elementáris szerepet az életében a filozófia. Milyen tehetségre, illetve személyiségjegyekre van szükség ahhoz, hogy valaki ebben igazán kiemelkedővé váljon? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, szerintem elsősorban az érdeklődés kell hozzá, másodszorban az, hogy legyen a műveltség iránt egy igénye, önmaga iránt legyen egy igénye, nyilvánvalóan kell valamiféle kreativitás, hiszen azért számosan, akik a filozófia területén belül alkotnak, azok inkább ilyen szaktudósok, és a filozófiához nem biztos, hogy minden esetben van közük, mert az, hogy én pusztán interpretálok valamit, hogyha én nem tudok ahhoz hozzátenni semmit, akkor én tulajdonképpen egy meghatározott körben maradok. Én inkább úgy próbálnám megfordítani a kérdést, hogy mit ad a filozófia annak, aki elkezd vele foglalkozni, és teljesen jogos az a felvetés, hogy utána nem lesz mindenkiből filozófus, na hát miért legyen az? Nem tömegsport, tehát nem is feltétlenül van rá szükség, hogy itt mindenki, filozófusok hadarohangáljon az utcákon. Tehát inkább az, hogy egy kritikus, értő, nem elfogadó, hanem kérdező, kételkedő embert állít a középpontba, és hogyha az ember ilyen tud lenni, akkor ebben a teljesen megbolondult világban, amiben a 21. század él, talán jobban el tud igazodni. Tehát ez előrevilágítja azt is, hogy akár az emberiség jövőbeli kihívásaiban is segíthet az ilyen terű hát szellemi fejlettség és a filozófiával való foglalkozás. Ez egyébként mindazok után, hogy a filozófia legfőképpen kérdéseket tesz fel, milyen formában valósulhat meg? Tehát milyen formában segíthet? Igen. Amikor én Heidelbergben voltam ösztöndíjas, akkor megkérdeztem, hogy hány filozófus hallgató van itt. És mondtak, ez most nem emlékszem, hogy mennyit mondtak, de egy egészen megdöbbentő számot. És megkérdeztem tőlük, hogy de ezek az emberek mit csinálnak majd, amikor végeztek. És azt mondták, ez még valamikor a 90-es években volt, és azt mondták nekem, hogy ugyanabban semmi baj. Cégek sorbálnak értük, a média nagyon sokat felszív, a PR, egyáltalán a szolgáltatóiparban nagyon sokan el tudnak helyezkedni, illetve akik nem ott helyezkednek el, hanem más szakmában, azok is kiválóan tudják azokat hát alkalmazni, amit a filozófia kapcsán tanultak. Tehát nem kell filozófusnak lenni, mint ahogy ha elvégez valaki egy magyar szakot, nem kell írónak vagy költőnek lennie, de még uram bocsán, magyar tanárnak sem. Nyilvánvalóan egy csomó minden területen segíti az, hogyha valaki mondjuk tud helyesen írni, tud olvasni, és
ne adj Isten megísérti azt, amit olvas, ami most már egyre inkább kuriózum. Tehát ad olyan skilleket, olyan képességeket, amik bárhová megy az ember, a biztos, hogy segíteni fogják. Nekem volt például olyan hallgatóm, aki a jogot és a filozófiát egyszerre végezte, nem is egy. Én eredetileg a jogon kezdtem el filozófiát is oktatni, tehát nekem döntően jogász hallgatóim voltak nagyon-nagyon sokáig, és volt olyan, aki átjött filozófia szakra, és azt is elvégezte. És az egyik tanítványom az jogász lett, és jogászként jelentkezett egy nagy multihoz, ahova több százan jelentkeztek még vele együtt, és akkor végén őt választották ki. És a kérdés az volt az ő részéről, hogy miért pont én. És akkor azt mondták, hogy több is nagyon jó volt, de maga végzett filozófiát. Akkor nyilván maga tud gondolkodni. Tehát ilyen értelemben is adhat hozzá a más egyéb tevékenységhez a filozófia.